Berlinger Attila beszámolt arról, hogy gazdag és színvonalas műsor kínálattal várják a közönséget rendezvényeiken februárban Szekszárdon. Babics Mihály Kulturális Központ február hónap folyamán is nagyobb változatos és érdekes programokat kínál a hozzánk látogatók számára. Kezdeném talán a gyermekprogramokkal, hiszen rövidesen itt a farsang, az iskolákban, óvodákban már zajlanak a farsangi jelmezes beöltözések, a gyerekeknek egy nagyon várt programja ez mindig, mi is próbálunk ehhez érdekes rendezvényeket kínálni. Most ezen a hétvégén lesz egy farsangi játszóházunk, ez egy sok éve megvalósuló és évről évre visszatérő program, a legkiválóbb jelmezbemutatókkal, farsangi fánk sütögetéssel, gyermekműsorokkal, bohócok és egyéb más kisebb zenekarok, illetve farsanghoz illő kis produkció bemutatásával, játszóház, kézműveskedés, finom meleg teával várjuk értelemszerűen a gyerekeket és a szüleiket. Ez vasárnap reggel 9-től 13 óráig zajlik itt nálunk a rendezvényteremben. Ugyanígy a gyerekekhez kötődik, de talán egy picit már nagyobbakhoz is, hogy egy versmondó versenyt hirdettünk meg Hollós László, kiváló természettudós, a város jele szülötte emlékére. A Tolna Vármegye valamennyi általános iskolájába elküldtük a versenynek a kiírását, és február 13-aig várjuk több kategóriában a jelentkezést. Maga a verseny majd február 20-án zajlik itt a házban, tavaly évben is nagyon nagy sikert aratott, kiváló produkciókat láthattunk, azt gondolom a megye minden általános iskolása számára ez egy igazi kihívás. Szeretnék mindenképpen szólni a színházi műsorokról. Itt is februárban több programmal készülünk. Egyrészt zajlanak a bérletes előadásaink. Itt Márai Sándornak egy kiváló művét láthatják február végén a kedves színházrajongók. És hát ugyanúgy a gyermekek is fontosak. A gyermek bérlet sorozatunk is folytatódik február végén Maugli történetével. Ugye minden gyermek biztosan szereti akár a dzsungelkönyvét, akár a modern feldolgozásokat. Ez egy nagyon szép színházi darab. Itt az óvodások és a kisiskolások is egy-egy előadást élvezhetnek. Nagyon fontosak ennek az időszaknak a koncertjei. A Művészetek Házához csatlakoznék újra, ide kanyarodnék vissza, Olá Krisztián vezetésével egy európai hírű kiváló kvartett érkezik, ami a jazz zenének a legkiválóbb darabjait fogja itt számunkra bemutatni. Ez is egy európai turné keretében valósul meg, és nagy örömünkre Szekszárdot is állomáshelyként választották, tehát aki a jazzért rajong, kicsikét talán ennek a avantgárd művészetnek is a kiváló darabjait szeretné látni, azt gondolom ez egy nagyon-nagyon színvonalas előadás lesz. Nox együttes talán nem kell bemutassam senkinek, rövidesen érkezik hozzánk, igyekezzen mindenki, mert már csak néhány jegy van, minden bizonnyal teltházas előadás lesz, a legújabb turnéjuk keretében ismert régi slágerek és a legújabb dalok is itt fognak felhangzani. Ezen kívül én szeretném felhívni még a figyelmet két olyan eseményre is, ami talán társadalmi esemény vagy emlékünnepekhez kötődik. Egyrészt február végén a magyar kommunizmus áldozatainak az emléknapját tartjuk országszerte, erre mindig kulturális intézményünk és a városunk is készül. Egy kiváló előadást láthatunk itt majd a házban, de erről majd egy picit részletesebben jövő héten is beszámolunk. Érdemes az intézmény februári és márciusi program ajánlóját megtekinteni, hiszen rendkívül széles kínálatot nyújt minden korosztály számára. Én azt ajánlom minden kedves tévénézőnek, hogy kövessék a honlapunkat, a szexhadagora.hu oldalt, folyamatosan frissülnek a közösségi oldalaink, a média oldalaink, és természetesen, aki hozzánk bejön, minden hónapban egy-egy kis ismertetővel, egy kis program kalendáriummal gazdagodhat, amiben minden információt részletesen megtalál.